Ha csak szigorúan az eredményeket nézzük, az előző szezonhoz képest minimálisat előrelépett a Nyíregyháza Blue Sharks. A HEP Kupa bronzot ezüstre váltották a cápák, a bajnokságban pedig ismét az ötödik helyen zárt a gárda. Hiányérzet azonban sokakban maradhatott, mivel a 18-8-as mérleggel harmadik helyen befejezett alapszakasz követően egyértelműen a négybe kerülés volt a cél. A Vasas elleni párharc harmadik meccsét azonban jelentős előnyről elbukták a nyíregyháziak, így csak az 5.-8. helyért játszhatott a folytatásban a Blue Sharks. Ebből a maximumot kihozva, a Nagykőrösen és a PVSK-n túljutva az ötödik helyet szerezték meg Nagy Krisztiánék. Valótlant állítanék, ha azt mondanám, hogy elégedett vagyok, hiszen szerettünk volna mindenképpen négy közé kerülni a bajnokságban. Sajnos ez nem sikerült. A Vasas elleni párharcban alul maradtunk, és így nem tudtunk bekerülni az alapszakaszban megszerzett harmadik helyezésünk után. Lehetne azt mondani, hogy ez a néhány perc határozta meg ezt a szezon, de úgy gondolom, hogy egy picit hibásak voltunk abban is, hogy az alapszakaszban olyan vereségeket kaptunk, amelyeket nem lett volna szabad megengedni. Gondolok itt az MTK elleni idegenbeli, a Honvéd elleni vagy a Vasas elleni idegenbeli vereségre, talán a Nagykőrösire, és éppen ezért egy picit az ellenfelek elhitték, hogy verhetőek vagyunk, és kicsit másképp álltak hozzánk a későbbiekben. De ilyen előfordul, szeretnénk tovább dolgozni, és szeretnénk, hogyha a fejlődésünk tovább menne, egy picit nagyobb ütemben, ehhez mindenképpen jó játékosokra és jó szakmai munkára van szükség. A szakmai igazgató elmondta, hogy a közelmúltban megkapott akadémiai cím egyik feltétele külföldi edző alkalmazása, így elkezdték keresni a megfelelő szakembert, aki az utánpótlás mellett a felnőtteknél is besegítene. A folytatásban is elsősorban nyíregyházi játékosokra építenek majd, de elképzelhető egy-két erősítés jelentő magyar kosaras érkezése. A legutóbbi keretből Busz Iván, Cura Attila, Fazekas Csaba, Cinger Zoltán és Mokánszki Máté biztosan marad, de a többiekkel is elkezdődtek a tárgyalások. A játékosok egyébként még nem fejezték be az edzéseket. Ezen a héten pihenőt kaptak a srácok, illetve a fiatalabb játékosoknak lesz egy teszt, egy felmérés. Az idősebb játékosoknak hétfőn lesz egy ilyen fizikai felmérés. Jövő héten még szeretnénk edzeni, mert van egy meghívásunk jövő szombaton Tiszaújvárosban egy edzőmérkőzésre, illetve egy ilyen gálamérkőzésre. És utána meg fogják kapni a nyári programot a játékosok, és úgy fognak edzeni tovább. A bajnoki bronzérmet az oroszlány szerezte meg, miután 2-0-ás összesítéssel felülmúlta a Veszprémet. A Vasas tehetséges fiatalok párharc 1-1-re áll, az aranyérem sorsa szombaton dől el.